Szevasztok, én Elk, Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videóban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodás napot szeretnék kívánni. Végre is érkeztünk az ünnepes keddünkhöz, ahol most elhoztam nektek egy olyan sztorit, ami elvileg vicces lesz, ugyanis ez van benne a címünkben, szóval akkor csak az lesz, nem? És az a címünk, hogy eltűnt a leányzónak a fehér neműje. Ajjajjaj, milyen pikáns dolgok lesznek itt, de értitek? Csak nem lesz akkor dráma, meg semmi, akkor amúgy milyen dráma lenne, hogyha a csajszi megtalálna esetleg a barátja házában egy másik lánynak a fehér neműjét. De szerencsére nagy esélye nem ilyen lesz, de mégis hova tűnhetett? És ki tüntett el? Hát most ezekre a kérdéseimre remélhetőleg válaszokat fogunk kapni, aztán ki tudja, lehetséges, hogy csak a kutyájuk volt, hogy valami. Na de ezt akkor derítsük is ki. És akkor itt is van a barátnő, megérkeztünk, Iris neki, hogy te viseled a fehér neműmet. Haver, milyen fétiseid vannak neked? Hát reménykedjünk benne, hogy nem. Jaj, de rosszul indul ez egész. Haha, mégis mi? Az ágyra raktam a fehér neműmet, és amikor kijöttem az zuhanyzóból, egyszerűen eltűnt. Magyarázd meg akkor, uram. Nem viselem! Nem vitted magaddal a munkába? Mégis miért vitte volna? Mi lesz itt? Nem! Hát az eléggé furcsa lenne, így tudnád viselni. Miért feltételez amúgy ilyeneket a poliáról? Eléggé gyanús ez, eléggé gyanús. Hát de nem viselem! Hát akkor mégis hol van a fehér nemüm? Hova tüntetted? Tudja, hogy csak a kutyát garázdálkodott ott vagy valami. 2 percig zuhanyoztam. Te vagy az egyetlen egy gyanúsított, és az egyetlen egy ember, aki eltüntethette. Hát akkor ezek szerint nincsen kutyája. De mi van akkor, hogyha betörtek hozzájuk, és a tolvaj a fehér neműt lopta el? Hát eléggé perverz akkor az a tolvaj. Tuti, hogy csak leestek az ágyról. Nem, nem estek le. Megnézted? Jaj, mi ez a kép? Ja, nem is kép ez, hanem gif, mivel mozog a szeme. Ne küldd ezt nekem, én csak próbálok segíteni. És milyen jól segít neki. Kb. Ez olyan volt amúgy, hogyha nincsen házad, akkor vegyél egyet. Hogyha éhes vagy, akkor egyél. De ő csak segített, ugye? Azzal próbál segíteni, hogy ellopod a fehér neműimet. Hát én nem loptam el. Hozzá sem értem a fehér neműidhez. Én nem viselem. Hát akkor mégis mi történt velük? Nem tudom. Szóval akkor szerinted egy tolvaj volt? Ugyanúgy gondolkozik a csajszi, mint én, erről van szó. Ő pedig elküldi ugyanazt a gifet, amit már megkapott. Komolyan mondom! A bugyilopók léteznek! Olvastam róluk a neten. Tudja amúgy, hogy valami brutálisan váratlan fordulat lesz itt, folyamatosan szoktak lenni teóriáim az ilyen történetek közben, de most egyszerűen, így olvasva ezt az egészet, semmi nem jutott eddig eszembe, és ötletem sincsen, hogy mégis hova tűntek, és hogy ki tüntethett el. Betörnek az apartmanokba, és ellopják a lányoknak a bugyijait. Te mégis hol olvastad ezt? Ne Facebookozz inkább annyit. Ezért van szükségünk biztonsági kamerákra. Hát a csajszi most rendesen be van parázva, de ki tudja, lehetséges, hogy komolyan ez van ez az egész mögött. Be szeretnéd kamerázni a hálószobánkat? Meg szeretném találni a fehér neműimet. Tegnap vettem. És nagyon drága volt. Mennyibe került? 15.000 forintba. 15.000-be? Aranyból van, vagy mi? Egy nagyon jó tanga volt. Méghozzá a Victoria's Secretből. Oké, küldj róla egy képet. De mégis minek az, haver, neked? Azaz, erről van szó. Milyen jó fej már. Veszek neked egy másikat, éppen úton vagyok a munkából.
Á, baby, te vagy a legjobb. És akkor küld is neki róla egy képet. Várjunk csak. Ez így néz ki? Ezt mégis miért így kérdezed? Valamit lesz? Aha. Mi a baj? Hát én azt hittem, hogy szexi. Az is csajszi, nyugi. Ne csináld, ne csináld. Ne. Ilyet ír a barátja, hogy én azt hittem, hogy egy maszk. De akkor fel is vetted? Úgy, mint egy maszkot? És hordtad? Ne idegesíts. Csak nem. De hogy tudtad összekeverni? Hogy lehetsz ennyire figyelmetlen? És amúgy szerintem ez az egész világon valakivel már biztos, hogy megtörtént. De nézzük meg, hogy vajon vele is? Hát figyelj, egész nap viseltem és hordtam, úgy, mintha egy maszk lenne. De ilyenkor amúgy miért nem jön valami segítő ember, aki szól neki, hogy amúgy haver, egy bugyi van a fejeden. Az arcodon? Igen, az arcomon! Küldj nekem egy selfit! Ez annyira, de annyira kellemetlen. Mennyire éghet most amúgy az arca. És tudod, több ezer ember aznap látott téged úgy. Mennyire furcsán nézhettek rá. Mondja is, hogy a főnököm amúgy eléggé furcsán nézett rám. Azt hittem pedig, hogy tetszik neki a maszkom. A barátnője mennyire kiéghet teljesen. Hát, tetszhetett neki. Mégis mi az? A bugyimat viselted maszként? Ez nem vicces. Viccelődik most a bugyirablókkal. Szegény csávó. Tudja, hogy azonnal levette, és kínosan szaladt is haza. Na és akkor itt is ért véget ez a történetünk. Örömmel nyugtatnám én, hogy ez bárkivel megtörténhet, nyugi, de valljuk be, hogy nagyon, de nagyon nem, és azért eléggé bénának kell lenni, hogy ennyire benéz valamit, de figyelj, az emberek el fogják ezt az egészet felejteni a munkahelyeden, hogy képes voltál egy napot. Olyan maszkban úgy ott ülni bent, vagy ha nem egy nap után, pár nap után tudja, hogy elfelejtik, és tudod, több év múlva még a karácsonyi bulikon is fogják emlegetni ezt a sztorit. Hát, eléggé meglepett engem az egész, nem számítottam semmire, de hogy mégis ilyen lesz. Brutál volt. Remélem, hogy tetszett nektek ez a sztori, hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok erre a videóra egy hatalmas nagy lájkot, a Facebook, illetve az Instagram oldalam, plusz a webshopom, na meg a gameplay csatornám is ott van lent a leírásban, hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra, én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is, szevasztok!